Én ridegtartásban vagyok a gyerekkel, de közben meg... Te ez egy nagyon... őt ridegen? Igen, de most már ő is engem. Hány év volt a barátok közt? 15. Nem hiányzik? Nem. Amikor az ember egyszer csak visszakapja a saját életét, akkor rájön arra, hogy normálisak ezek, meg akarnak engem főzni. Egy ilyen kaland reality-ben, mint az Ázsia Express. Eljutottatok a végéig. Én egy dolgot ígértem meg kint, és majdnem, hogy mindenkinek, hogy elmondom azt a világnak, hogy a muszlim emberek jók. Hála jó Istennek, az idő nekünk kedvez. Hát igen, én egy kicsit rettegtem attól, hogy esni fog. Mondom, nem tudom, hogy lesz ez, még sétálgatva is kellemetlen azért a Margit sziget esőben. Nem, tulajdonképpen bármikor jó, a norvégok szokták mondani, hogy hideg nincs, rossz föltötött ember. Ja, ugye, voltam kint még így jó pár évvel ezelőtt Norvégiában, és ott az nagyon vicces volt, hogy ilyen koratavasszal voltam. És így színház kapcsán, és ott volt az, hogy így láttam, hogy a lányok ilyen, hát ez április lehetett. Aha. Szerintem még április eleje. És ilyen pocakként lévő kis ruhácskába, lábújbedugós papucs, én nyakig begombolkozva, hát persze, mert ahogy a napsugárnak egy darabja, a lányom ott él kint már sok éve, ahogy a napsugárnak egy darabja megjelenik, ott mindenki rohan ki. Igen, mert... azt mondták tőlem, mert hogy ott dátumtól a tavasz, nem pedig fogszorult, hogy ez nagyon vicces volt. Elmehetünk Ázsiába egy picit? Mert, még mindig azt élem, úgyhogy nyugodtan. Mert egy dolog nagyon érdekel a vége óta. Titeket mindenki kvázi esélytelennek gondolt. Hát igen, ahogy így a párom fogalmazta, hogy az első adás után egy laboralját nem adtak önmértünk. Ehhez képest gyönyörűen egy ilyen kaland reality-ben, mint az Ázsia Express, eljutottatok egészen az utolsó pillanatig, azaz döntőbe jutottatok. Igen. Tehát egy lépésre voltatok attól, hogy megnyerjétek. És ugye ilyenkor a véletlen, a baj közbeszólt. Hát a igen, csekkának a betegsége, igen, vagy rosszul megakadályozta a rosszul léte, hogy tovább menjen, és kényszeresen ki kellett szállnotok a versenyből. Eljutottatok a végéig. Egyrészt első kérdésem, elhittétek, hogy nyerhettek? Ott a végén? Aha. Ez nagyon érdekes kérdés, mert... Én valahogy úgy vagyok bekötve, hogy nem a győzelemmel foglalkozom, hanem az oda vezető úttal, és ez most ilyen bullshitnek tűnhet, de tényleg, tehát hogy nem az kattog az agyamban soha, hogy én ezt meg akarom nyerni, hanem az, hogy önmagamhoz képest még többet kihozzak magamból. Tehát magamat akarom legyőzni minden egyes pillanatban. A helyzet az, hogy bullshitnak tűnhet, de ha lehet ilyen pátoszosan fogalmazni, megfogalmaztad a belső filozófiámat, hogy az út a lényeg és nem a cél. Tehát ha az ember mindig csak egyik lépést a másik után, de tökéletesen próbálja teljesíteni. Igen, de én azért mentem ki. Nekem ez volt a célom, hogy én ezt, és ezt meg is fogalmaztam utána, hogy én azért mentem ki, mert volt egy csomó minden a fejemben, amiről én azt gondoltam, hogy az úgy van. És én arra voltam kíváncsi, hogy ez tényleg úgy van-e, de most már tudom, hogy igen. Mire gondolsz? Mondjál példát. Hát például az, hogy minden fejben dől el. Hogy amit most itt azt mondjuk, hogy bullshit. Hát, hogy az sok oda... minden fejben dől nem, el. Nem a másik legyőzése a cél, hanem az önmagadnál legyél jobb. Ez a lényeg. És ha a másikkal túl sokat foglalkozol, akkor vesztesz. Persze, mert gyengíted saját magad, hát elveszíted a fókuszt, leesel a szánkorul útközben, és felőrli az idegrendszeredet, meg az energiáidat, az, hogy a másikkal vagy elfoglalva, és nem saját magaddal. Amúgy is én nagyon sokat foglalkozom önismerettel, de az Ázsia az meg abszolút egy ilyen önismereti út. Tehát, hogy... nem véletlenül fogalmaztuk mi meg ezt úgy, hogy ez a mi El Caminónk. Tehát, hogy mind a ketten a Cseka is, meg én is nagyon tervezgettük már egy ideje, hogy elmegyünk, és akkor kilépünk ebből a világból egy picit, és befelé fordulva saját magunkkal leszünk elfoglalva. És nekünk ez nagyon, ha lehet ilyet mondani, kapóra jött. mert itt tényleg csak te vagy. Amikor álltam még az indulás előtt kint a sivatagban, már akkor kivittek bennünket, és előző éjszaka ugye kinn aludtunk,
és így fölmentem oda közeli ilyen, hát ilyen sziklára, és ott álltam, és néztem a sivatagot, és azt fogalmazódott meg bennem, hogy jó, hát akkor csak te, meg én. Akkor lássuk. Ez egyszer tőlem kérdezte az egyik Dakar után, amikor hazajöttem egy újságíró, hogy és milyen érzés volt legyőzni a sivatagot, és akkor hirtelen nagyon hangosan felröhögtem, hogy legyőzni a sivatagot? Hát ha nagyon rendesen viselkedek, jól felkészültem, és mindent megtettem, akkor talán átenged. Igen, 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 igen. Nézzük meg, hogy, ez a max. Hogy akkor vagyok-e arra méltó, hogy átmenjek rajtad. Eljutottatok a végéig, a végén bejött a baj. Igen. Álmodsz még vele? Magával azzal a pillanattal? Azzal, hogy gyarlók vagyunk mi emberek, hogy még azt az utolsó lépést. Képzeld, de nem. Nem? Nem. Nem, mert tudom, hogy ez és nagyon sokan nem értik. Tehát ti úgy jöttetek haza, hogy nem nyertetek, viszont nem győzött le senki. Nem, mi... Figyelj, Laci, mi nyertünk. Tehát, hogy ennek, az Ázsiának, mi vagyunk az igazi nyertesei. Tehát, és ezt nagyon őszintén nem a győztesei, tudom. Hanem a nyertesei. Igen. Tehát, hogy mi egyénileg is nagyon sokat kaptunk ettől az egésztől, felismerésekben, az emberekről, amit tapasztaltunk. Engem azért is izgatott ez az egész, mert én azt mondtam, hogy ez egy olyan helyzet, amire valahol mindenki a szíve mélyén igazából vágyik, hogy megélje azt, ami valójában ott történik. Tehát nem ez a fehér kesztyűs kirándulás, ahol ötcsillagos szállodában üldögélsz egy medence partján és szürcsölöd a koktélodat, hanem hogy kik azok az emberek, akik ott vannak. Kik ők? Mit csinálnak? Hogy élnek? Mi van a fejükben? Mit gondolnak? Gondolnak ők arra a dologra, amire te itt Közép-Európában, Magyarországon foglalkoznak ők ezzel? Vagy hogy látják ők saját magukat a világban? És mit lettek a válaszok? Hát figyelj, én egy dolgot ígértem meg kint, és majdnem, hogy mindenkinek, hogy elmondom azt a világnak, hogy a muszlim emberek jók. Mert mi csak kaptunk tőlük, és minden egyes alkalommal elmondták azt, hogy ők a saját országukban, a saját vallásukban félnek, mert a szélsőségesek rájuk is rájuk nyomják a bélyegüket, és hogy milyen nehéz nekik egy olyan országban élni, és egy olyan vallás mellett kitartani, ami ennyire hát negatív megítélést kap a világban. És hogy számukra mennyire fontos az, hogy a Korán van, és minden alkalommal elővették a Koránt, és kinyitották, és megmutatták, hogy nézzem meg, hogy ide van beleírva, hogy minden ember egy testvér, és mindenki ugyanonnan jön, és ugyanoda tér vissza. És hogy a muszlim hit, a hithű muszlim, az, hogyha tőle segítséget kérnek, akkor benne van a Koránban, hogy a legjobb szállást és a legjobb ételt kell biztosítania a saját lehetőségeihez képest. És soha egyetlen egyszer nem találkoztunk olyannal, hogy ezzel visszaéltek volna, vagy szóval bementünk egy helyre, és ezt nagyon sajnálom, hogy a nézők nem láthatták. De hát ez egy csoda, amikor belépsz egy ilyen házba. Ott vannak a férfiak, nem tudom én, aztán szépen mindenki elcsitul, a férfiak elmennek, sőt, kimennek a házból, elviszik a kisfiúkat, hogy nehogy véletlenül valami olyan helyzet alakuljon ki, amiben őket rosszul ítélik meg. És ott maradsz a nőkkel, és azt látod, hogy veszik le a burkát magukról, és egy ilyen, nem tudom, egy ilyen buja vihorászás lesz úrra az egész lakáson, és mindenki hozza az ilyen teát, meg az olyan süteményt, meg a sztorizgatnak, és ott van alatta a Mickey Egeres ruha, és nem tudom, tehát hogy ezt nagyon sajnálom, hogy ezt nem élhették meg, vagy nem láthatták a nézők, mert ez számunkra nyilván kivételes helyzetben voltunk, mert két nő. És mi bemehettünk az ő magán szférájukba, ahova nem engednek be senkit. Tehát, hogy gyakorlatilag úgy képzeljétek el, hogy úgy nem engednek be senkit, hogy a családhoz tartozó, tehát nem a szűk család, hanem mondjuk az unokatestvér férfiakat, vagy a nagyon közeli barátok, vagy üzlettársak férfiakat nem engedik be abba a részbe. Tehát mi ebbe a burokba, ebbe a titokba tudtunk belépni.
És ugye ez számunkra olyan felismerés volt, és annyira boldogsággal töltött el, hogy az ember alapvetően jó. Tehát nekünk ez az volt ember alapvetően jó, ez nem kérdés. Hogy csak ezek a társadalmi, nem tudom én, elvárások vagy nehézségek azok, amik belekényszerítik időnként őket abba, hogy olyan dolgokat tegyenek, amik számukra sem komfortosak. De ők meg törekszenek arra, hogy ez... Tehát csodálatos élmény volt az, hogy reggel fölkelt a nagymama, és ő megsütötte ezeket a tradicionális lepénykenyereket, és nem tudom, jött a 90 éves nagypapa, aki egy ilyen szellemi vezető volt ott a környékben, és elköszönt tőlünk, és mondta, hogy most viszi a gyerekeinek a reggeli kenyeret, mert hogy mindig a nagymama süti, a 87 éves nagymama mai napig. Tehát, hogy ez... Igen, az eszenciája az, hogy a 87 éves nagymama mindenhol 87 éves nagymama. Igen. Úgyhogy csodálatos volt, de csodálatos volt azt megtapasztalni, hogy nincs semmiük, de tényleg semmiük. És azt a semmit, azt olyan boldogan és olyan tisztelettel és olyan szeretettel adták oda, hogy minthogyha... És bocsánatot kértek azért, hogy csak ezt tudják adni, hogy Üzbegisztánban megköszönték, hogy elfogadtuk tőlük a szállást. Úgy, hogy a földön aludtunk, és ők is. És nyitva volt az ajtó, hogy a macska kibe tudjon mászkálni, hogy megfogdossa az éjjeli bogarakat. Tehát, hogy... Neked ilyen, ehhez hasonló pozitív, negatív, tök mindegy, hogy hogyan fogalmazunk, kultúrsokk élményed eddig nem volt? Hát más típusú, nagyon más típusú, de azért valamennyire volt, mert én még így, mikor így kiszabadultam az otthoni burokból, akkor stoppal mentünk ki a barátnőmmel Franciaországba. És akkor az volt a terv, hogy hú, kimegyünk Párizsba. És az is egy ilyen nagyon nagy megélés volt, ahogy a kamionosok vigyáztak ránk. Vagy ahogy nem tudom, Luxemburgban éjszaka megérkeztünk egy benzinkúthoz, és kinn aludtunk a csővázas hátizsák a fejünk alatt, és ott aludtunk rajta a parkolóban, és akkor reggel jött a benzinkutas, és mondta, hogy hozott nekünk kávét, és itt van egy-egy zsefon, és menjünk el nyugodtan fürdeni, és hogy akkor jöjjünk be utána, és meséljünk, hogy merre jártunk. Tehát, hogy de. Bárhol is vagy, amikor kilépsz a komfortzónádból, akkor tulajdonképp eszenciaként azt lehet mondani, hogy hát az emberek jók. Igen. Volt ilyen például, ami nagyon érdekes volt, hogy Törökországban éreztük először azt, vagy egyedül ott éreztük azt, hogy ugye mivel a nőket így hirtelen felszabadították, most ez így nagyon hát bután hangzik, de értsen mindenki jól, ezért nem tanultak meg még a saját helyzetükkel mit kezdeni. És ettől elkezdtek félni tőlük a férfiak. Félni? Igen, tehát hogy gyakorlatilag nekünk nőként nagyon nehéz volt stoppolni. És egészen addig, amíg nem hallották meg azt, hogy angolul kezdtünk velük beszélni, addig volt bennük egy olyan fajta távolságtartás, hogy meg sem álltak. Aha. De hogyha oda mentél a piros lámpához, és elkezdtél velük angolul beszélni, és elmondtad, hogy mi ez az egész, és ki vagy te, és meglátták a kamerát, és nem tudom, és hogy helyre került nekik minden, attól a pillanattól kezdve már segítettek. De odáig, hát volt olyan, Törökországban voltak a leghosszabb stopjaink, tehát hogy volt olyan, hogy az autópálya mellett stoppoltunk 4,5 órán keresztül, és a kutya nem állt meg. Tehát úgy mentek el mellettünk, hogy még ki is kerültek, meg dudáltak. Tehát, hogy... Úgyhogy nőként az nehéz volt. A színészi mesterség az segített ezeknek a szituációknak a megoldásába, feldolgozásába? Mi ott nagyon önmagunk voltunk. Tehát, hogy egy percig sem okay, volt az, de amikor valakit meg kellett győznöd, valakinek valamit el kellett magyarázni. Jaj, hát olyan volt, az Grúziában volt a legélesebb, amikor, hát ugye egy idő után rájöttünk arra, hogy, tehát, hogy verseny. Tehát főleg, ahogy így közeledett így a vége, aha, akkor már azért volt biztonságokat is műveltünk, vagy hát így a cseka kevésbé, én inkább. Csekában jobban benne volt a frász, de volt olyan, hogy Grúziában mentünk, és akkor ott a Fannival voltam pont, az az időszak volt, amikor ilyen párcsere volt, és akkor a Fanni mondta, hogy de hát mondta, hogy nem viszel oda. Mondom, Fanni, én ezt nem értem. És akkor mondta, hogy de hát azt mondja, hogy nem. Mondom, nem baj, akkor sem értem.
És akkor ültünk egy ilyen és akkor öt percet a kocsival. Színészként tudtál bután nézni. Igen, bután tudtam nézni, és mondtam, hogy nem ez a hely. És csak mondtam, Fanni meg csak mondta, hogy de hát azt mondja, hogy nem mondom, Fanni, tedd meg légy szíves, hogy te se érted meg, jó? Tehát, hogy most, hogyha el akarunk oda jutni, és nem akarsz így dekolni, akkor most nem akkor értjük. Most nem értjük. Akkor most ezt nem értjük. Tehát ez a hamarabb szabadulsz, tudod? Még egy dolog, ugye jelen pillanatban egy kamasz fiú gyermek édesanyjaként. Igen. Gyerek mit szólt egyébként az egészhez? Képzeld el, hogy a gyerek nagyon, amikor megtudta, hogy engem megkerestek ezzel a műsorral, akkor azt mondta, hogy fú, anya, ez nagyon vagány. Aha, ez cool. Igen, tehát ez nagyon vagány. És akkor mondtam, hogy akkor mehettek, azt mondta, fú, igen. És aztán eljött az a pillanat, amikor már másnap indultunk, és este feküdt le, és annyit mondott, hogy figyelj, ne esetek meg, az első hitem, az nagyon ciki. Mondtam neki, hogy hát ennél nagyobb terhet most, hogy nem nagyon tudtál volna rám pakolni. Igen, tehát még gondolkodjunk rajta, hogy mi lehet ennél nehezebb. De mondom, jó, megpróbálom neked megígérni, de mondom, figyelj azért, én ezen gondolkodtam, és akkor fogalmazódott meg bennem előtte nem sokkal, és mondtam neki is, hogy én azt gondolom, hogy én már azért vállon veregethetem magam, hogy egyáltalán vettem a bátorságot, hogy fölvállaljam ezt. És azt mondjam, hogy oké, kipróbálom. És hogy tényleg mai napig azt gondolom, hogy aki egy ilyen kalandba belevág, az már megérdemli azt, hogy megemeljék a kalapjukat előtte az emberek. Tehát, hogy így... Bocsánat, most de mesterségesen butának tetettem magam. Nagyon jól csinálod. Miért? Miért? Mert a legtöbb ember már magától a lehetőségtől is megfutamodik. És ezt most így nagyon röviden válaszoltam rá, de az ember alapvetően úgy van összerakva, hogy igyekszik magát megvédeni a kudarcoktól. Én meg a sportolóimnak is, meg ugye én nagyon sokat dolgozom kamaszokkal, önismeretben, meg kommunikációban, és azt mondom nekik mindig, hogy gyerekek, higgyétek el, hogy a kudarcoktól tudsz fejlődni. A kudarc az, ami téged egy magasabb szintre emel. Oké, okay. Csak hogy jól értsem. Oké. Okay. Azért kell bátorság hozzá, hogy fő, mert versenynek tekinted, és nem akarsz alul maradni a versenyben, de ezt az érzést át kell lépni. Most gondolkodom ezen a versenynek tekintetben. Mert, bocsánat, hát ezt értem ebből, valójában akkor te ezt egy... Önmagaddal versenyzel. Értem, de akkor is versenyzel. Tehát te ezt nem egy tévéműsornak okay. tekintetted. Laci, mit értesz te verseny alatt? Mit értek verseny Igen. alatt? Igen, mit jelent neked a verseny? Küzdök magammal, hogy legyőzzek másokat. Pontosan, de ez a tiéd. Másoknak Igen. a verseny az másokat legyőzni. Az emberek nagy többségének, tehát nem magadból indulj ki. Egy versenynek tekintetted, vagy egy tévéműsornak, vagy egy versenynek és egy tévéműsornak? Hát nyilván a tévéműsort nem tudom belőle kivenni, hiszen tudom, hogy rögzíteni fogják a kamerák, és De akkor és ehhez fogják... nem kell bátorság színművészként, hisz szerepelsz egy tévéműsorban. Nem is gondolom, hogy én színművészként mentem. Tehát, hogy én nem Mérai Kata színész mentem ki, hanem Mérai Kata hétköznapi ember, aki a saját határait feszegeti. És az én versenyem az önmagammal Ezt való küzdés volt. Ezt ketté tudod választani? Abszolút. Hát most figyelj, Ofélia nem fogyók elég, tehát, hogy most én nagyon egyszerűen megfogalmazom, hogy ne tudnám. Tehát, hogy muszáj, hogy ketté válasszam. De a reflexeidet nem tudod lekapcsolni. Tehát több mint egy évtizeden jó, keresztül a barátok neked, közben szerepel. De értem, okay. azt nem értem. Nem tudom lekapcsolni a reflexeimet. Nekünk nagyon nagy előnyünk volt az, hogy nem jelentett problémát az, hogy odafigyeljünk a Marcira, aki az operatőrünk volt. Aha. Tehát, hogy sokkal kevesebb... Tehát igen, amikor mi mentünk és hajszáztunk, akkor az egyik szemünk akaratlanul is. De ez nem azért, mert azt mondták, képen. Hogy... Igen.
Igen, vagy hogy mit látnak belőlem, hogy hol a Marci. Tehát, hogy az volt, hogy futottam, de közben azzal voltam elfoglalva, de igen, de ez 15 év tapasztalat, vagy 15 év beégés, hogy tudtam, hogy hol a kamera. Úgy. De nekem ez nem jelentett problémát. Na, tehát ez olyan, mint amikor egy anyának nem jelent problémát az, hogy miközben főz a gyerekre és figyel. Azt nem fogom megkérdezni, hogyha ma hívnának, akkor visszamennél-e, mert azt következtetem az eddigiekből, meg az egészben való hozzáállásodról, hogy persze, honnan van a rajt és mikor indulunk, gondolom én. És hol? Igen, tehát hogy ez a hol. Ja. Akkor ezt hol csináljuk? Mert mondjuk Jordán, tehát ugyanezt az utat nem járnám végig még egyszer. Nem? Nem. Nem. Mert ez megvolt. Egyrészt megvolt, másrészt meg nem tudom, hogy ez én nem szeretek ugyanoda kétszer visszamenni. Mert akkor óhatatlanul is valahol azt a fajta bizsergést kereshet, pontosan ugyanazokat a sztorikat, vagy történéseket, vagy akkor már hasonlítasz valamihez, viszonyítasz. Tehát azt mondod, hogy ó, múltkor ez volt, hogy. És akkor nem tudod magad átadni annyira az új felismerés örömének? Tehát, hogy én szeretem a kihívásokat, igen. Értem. Ebben nem feltétlenül értünk egyet, mert ugye van az első jelenlét, az az újdonság és minden, és a megismerés, és annak az őrülete. Igen. És aztán, amikor visszamegy az ember, akkor jön az óra. Mert akkor már nem követem el azokat a hibákat, amiket először az ismeretlenben elkövettem. Lehet, hogy így gyorsabb tudnék lenni. Tudom, hogy nem állok ki az autópályára 4,5 órára, hanem beljebb maradok 1,5 órával. Nézd, ezeket a rutinokat nyilván, hogy viszi tovább az ember. Tehát, hogy ez oké. Tehát, de ezért van az, hogy azt mondom, hogy ezzel a tapasztalással, amit már így magunkra szedtünk, vagy magamra szedtem, hogy akkor csak magamról beszéljek ebben a helyzetben, nyilván másképp viszonyulnék dolgokhoz. De azért nekünk nagyon-nagyon meghatározó volt ebben az egészben az egymással való megküzdés, vagy az egymásért való megküzdés. Aha. Tehát, hogy az a fajta dolog, hogy mi tényleg nem ismertük egymást a Csekkával. Tehát, és az nyilván nem ismertétek lehetett, egyáltalán, de felszínesen ismertétek. Hát dolgoztunk együtt. Aha, ennyi. Dolgoztunk együtt, azt tudtuk, hogy munkakapcsolatban nagyon jól tudunk együtt létezni, borzasztóan veszük egymás reakcióit, tehát hogy nekünk tényleg soha nem kellett semmit lepróbálnunk, mert ott volt a szöveg, oké, gyere nézzük, és akkor így. Tehát, hogy a Csekka is már a szemem villanásából tudja, hogy most akkor teszek még bele valamit, de nem voltatok összejárós barátok. Nem. És ma? Ma már egy kicsit többet. Több időt töltünk együtt, mint szerintem, amit így normális emberek, de nagyon érdekes volt, hogy az ő párja fogalmazta meg azt, amikor így elindultunk, és így mondtuk, hogy hát ugye mind a kettőnkben benne volt ez is, megfogalmaztuk, hogy hát mi nem nagyon tudunk egymásról semmit, főleg a Csekka, hogy azt se tudom, mi a kedvenc ételet. Hát ma majd megtudod. Tehát, hogy ott én se tudom, hogy mi lesz volna. Igen. De az Isti mondta azt mondta, hogy arra készüljetek föl, hogy egyel többet fogtok tudni meg. Egyel többet tudtok majd meg egymásról, mint amit valójában szeretnétek. Tehát, hogy ez valóban így van, hogy egy ilyen típusú összezártságban, ahol 24 órában 24-et és 37 napon keresztül együtt tolod a másikkal, és az összes idegrendszeri feszültségedet, vagy amik kialakulnak körülötted, azt vele kell, hogy megoszd, és vele kell majd közösen megélned, és megoldanod. Tehát, hogy azért ez nem egy megszokott dolog. Tudom, erre nem lehet jól válaszolni. Nem, majd megpróbálok. Gyerünk el ettől a falvával. Ettől még előállok. Egy pillanatig sem volt benned rossz érzés azért, mert ő lebetegedett, és nektek ezt abba kellett hagynotok? Nem. Értem, erre nem lehet azt mondani, hogy de rossz érzés volt bennem. Figyelj, nem, ez két dolog, tehát, hogy egyrészt nem volt bennem rossz érzés, mert, az a baj, hogy csak ismételni tudom önmagam ezt a műsort, ezt mi nyertük, tehát mi megnyertük, mi győztesként jöttünk haza.
Tehát, hogy mi legyőztük az összes olyan konfliktuspontot, vagy kihívást, vagy tehát az önmagunk kihívásait, az önmagunkban felmerülő akadályokat, amik felmerülhetnek egy ilyen helyzetben, és nem buktunk el benne. Na, és a fiad, amikor hazajöttetek, akkor boldog volt, hogy nem az első héten? Hát ugye azért neki már így elmúlt egy kicsit a mosoly az arcáról, mert ugye mindig, amikor országváltás volt, vagy hát ilyen etapok között, azért egy-egy ilyen rövid időszakra visszakaptuk a telefont, hogy így hírt adjunk arról, hogy nem jövünk haza. És akkor ez mindig az volt, hogy így csillogó szemmel ültek az apukájával a telefonnál, és akkor mondták, hogy na, mi a helyzet? És mondta, hogy hát mi maradunk. Jó, persze, szuper. Tényleg örülünk, csak hát... És akkor a kamera, a telefonon lévő kamera, a mosatlan ruhák és a mosogató között. Nagyon jól beleálltak a csávók, tehát tényleg le a kalappal előttük, de az biztos, hogy amikor azt mondtam, hogy akkor most nem jövünk, akkor a gyerekem az így mondta, hogy jó, akkor szevasz. És akkor így ott hagyta az apját. Tehát, hogy, és akkor mindig elmondta a Jocó, hogy azért neki nehéz. Tehát, hogy egyrésztről benne van az, hogy persze szurkol, meg hogy hajrá, meg gyerünk, de másik oldalról... Mennyi hát most? 14? 15 lesz 15. most idén már. Aha. De hát, ugye közben meg azért büszke volt ő ránk nagyon. Ti összenőtt gyerekanya kapcsolatban voltatok egészen idáig? Tehát voltál te ennyi távol tőle? Nem. Nem, tehát, hogy én azért sose voltam ez a... Hát ez a... Nem tudom, én társadalmilag elfogadott klasszikus anya, tehát, hogy én nem... Én megmondtam neki, hogy kell a teneföl hajnalban, ha szeretnél, állíts be az órádat. Tehát, hogy nyilván... Tehát, nem tudom, én ridegtartásban vagyok a gyerekkel, de közben meg... Te ez tartod nagyon... őt ridegen? Igen, de most már ő is engem. Tehát, hogy ja, hát ez természetes, most visszakapod a kamaszkorban. Persze, de ugyanakkor meg azért megvan az a fajta végtelen szimbiózis, hogy amikor este még lefekszik, akkor még azért beszélgetünk. Tehát, hogy ez a... Megyek aludni. Bejössz? Be. És akkor még ott még kellemetlenkedik, és amikor lefekszik az ágyba, és már lekapcsoljuk a villanyt, akkor még eszébe jut még, akkor még egy fél órás kalatina, amit még el akar mesélni. Úgyhogy ez egy ilyen, szerintem nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Én azt gondolom, hogy ez egy tök egészséges viszony, ami köztünk van, mert én hiszem azt, hogy hagyni kell őt minél hamarabb leválni. Baromira élvezem azt, amikor ellenkezik velem. Mert az jut eszembe, hogy jaj, de jó, mert a személyisége kezd kialakulni, és igenis, küzdjön velem, én azt szeretem. Nyilván vannak olyan helyzetek, amikor azt mondom, hogy figyelj, most az a hírem, hogy én vagyok az anyád, úgyhogy kénytelen vagyok egy kicsit most azért terelgetni az életedet, de ez soha nem az, hogy én az asztalra csapok, és akkor ilyen pozíció, megmondok valamit, hanem megpróbálom vele megbeszélni. És akkor mindig elmondja, hogy oké, értem, ez most nekem nehéz, mert hogy külön meg ugye tombol belül, és mondom, hogy oké, én meg ezt értem, mert álltam azon az oldalon. Tehát tudom, hogy mennyire ja, persze, nehéz. A Vekedi Tamás ismert pszichológusnak a mondatát tudom idézni, hogy a kamaszkorban a szülőnek meg kell érteni, hogy van egy felirat a gyereke, hogy átépítés miatt átmenetileg zárva. Pontosan, ezt én mindig el szoktam mondani, de így a gyerekeknek is elmondom. Igen, amikor... de ezt úgy az ember megérti, azt mondja, hogy na, ez pontosan igaz, viszont szülőként azért ez néha combos. Igen, de nagyon érdekes, mert hát kívülről nézve nagyon mulatságos volt az, amikor a Darinka így volt egy ilyen, amit bevágtak, és ilyen hisztérikus állapotban voltak mind a ketten az Ernővel, és akkor mondta, hogy jó, én most kilépek ebből a vidából, és hátralépek kettőt. És ez egyfajta technika, tehát, hogy én a vitákban alkalmazom, vagy mi a vitákban alkalmazzuk azt, amikor így nagyon belemennénk, és mindenki elkezdeni mondani a magáét, akkor bárki mondhat egy szót. Nálunk ez a lépcső. Lépcső. Valamiért ez alakult ki. És hogyha bárki azt mondja, hogy lépcső, akkor ott a vitát be kell fejezni. Mert partalanná válik. Vagy legalábbis annyira mindenki a saját maga spiráljába kerül, hogy már nem hallja meg a másikat.
És abban a pillanatban, hogy kilépsz egy vitából, már kívülről kezded el nézni egy idő után. Nyilván nem rögtön az első percben, mert akkor még körülbelül negyed órát még morcogsz magadban, hogy már pedig te mit mondanál, meg ízém, mennyire marhára igazad van. De valahogy ilyen kipukkad az éle. És attól a pillanattól kezdve, hogy érzelmileg kívül kerülsz rajta, már tudsz róla reálisan vagy racionálisan gondolkodni. Hány év volt a barátok közt? 15. 15. Utolsó kérdésem. Nem hiányzik? Nem. Nem? Nem. Nem, én azt gondolom... És valami ilyesmi, mint a barátok közt volt, nem hiányzik? Ez a folyamatos, tartós terhelés, tartós rezsim. Figyelj csak, nagyon érdekes, de szerintem ezt te fogod érteni, hogy amikor az ember egyszer csak visszakapja a saját életét, akkor rájön arra, hogy olyan ez egy kicsit, mint a béka effektus. Tehát, hogy amikor így folyamatosan benne vagy, és alattad melegítik a vizet, akkor megfőz benne, és azt gondolod, hogy ez a normális. És amikor egyszer csak így a forró vízbe dobnak bele, tehát kikerülsz ebből az egészből, még időben kivesznek a vízből, majd utána visszadobnak ugyanabba a hőfokú vízbe, akkor azt mondod, hogy normálisak ezek, ezek akarnak engem főzni. Nem. A filmezés hiányzik. Hiányzik az a fajta pörgés, ami e körül van. A zsizsi. Igen, tehát hogy ez a fajta adrenalin, ami minden nap valahol így szinten tart. Tehát őrültek vagyunk azért ebből a szempontból. Borzasztó rossz helyzetben vannak a színházak, tehát a színház is hiányzik, mert ugye sokkal kevesebbet játszunk most így a mindenféle helyzetek miatt. De összességében azért én egy szerencsés ember vagyok, mert én valahol mindig megtalálom azt, hogy mi az, ami érdekel, és mi az, amire eddig nem volt időm, és most végre van vele időm foglalkozni. Aha. És végre van azzal időm foglalkozni, hogy most ez egy nagyon profán dolgok, kivassaljam a ruhát és betegyem a szekrénybe. És nem kell azért elmennem dolgozni, hogy kifizessek egy embert, aki kitakarítsa a lakást. Tehát, hogy tudod, hogy ez az alapkomfort érzeted meglegyen. És ez valahogy engem ilyen feltölt. Igen, tehát jó érzéssel tölt el, hogy... Ezt, ha le akarom fordítani, és kérlek korrigálj, akkor így működik az agya egy tevékeny embernek. Vagy abban tevékeny, hogy éppen főzik, mint békát, igen, vagy abban tevékeny, hogy vasal, igen, mert megtalálja ott is a tevékeny létet. Így van, de figyelj, én tanulok állandóan, tehát mindig van valami, amivel foglalkozzak. Ott boldog vagyok attól, hogy hegyekben álltak a könyvek, amiket el akartam olvasni, és végre van rá lehetőségem. És ráadásul én egy ilyen jegyzetelős típus vagyok, tehát ez a nehezebben haladós, és nagyon sok ilyen filozófiai, meg pszichológiai könyvet olvasok, és abban... Hát ugye nem lehet, az nem az, hogy este lefekszem, és akkor majd elolvasok bele 3 órát, így aztán visszalapozok 2 másnap. Tehát, hogy nekem az is egy olyan fajta tevékenység, ahol én nagyon használom az agyamat. És így fejlődni akarok ezzel. Szóval, hogy így én elfoglalom magam. Köszi, jól vagy. Köszi, jól vagyok, igen. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.